világháborúban a központi hatalmak villámháború stratégiája csődöt mondott. Állóháború alakult ki, és a hadat viselő országok társadalma hátországiakra és fronton harcolókra szakadt. Az elhúzódó háborúban szükségessé vált a lövészárkok otthonossá tétele, a katonák mentális állapotának karbantartása, az otthonhagyott értékrend illúziójának felkeltése. Ennek érdekében a hadvezetés frontszínházakat szervezett. Az első magyar tábori színház 10 napig Budapesten próbált, majd 1917. április 3-án a keleti fronton Lembergben mutatkozott be, ahol az osztrák fronttársulattal is találkozott. A hadvezetés külön vonatot bocsátott a társaság rendelkezésére, mely egyben lakhelyül is szolgált az egyes állomásokon. Az lett volna az operett eredeti címe, hogy Es lebe di liebe, éljen a szerelem, de a bécsi színház igazgatója, Erich Müller azt mondta, hogy ez nem jó, mert éppen most volt egy hasonló című művünk, tehát egy egészen más legyen ennek a színjátéknak a védjegye, és ezért lett aztán Csárdás Fürstin. Egyszerre lehet-e osztrák, vagy lehet-e magyar? Magyar-e, amit a bécsi közönség magyarnak gondol, magyar-e pusztán azért, mert Kálmán-ére magyar? Hát ugye mindenki mond valamit erre a kérdésre, és a legérdekesebb, hogy Rákosi Jenő, budapesti hírlapja azt írja, hogy ízig-vérig magyar ez az operett. Amit ugye nem nehéz belátni, hogyha a Rákosi Jenőnek a gondolatvilágát ismerjük, hogy ez inkább egy marketing fogás volt, hiszen az unokaöccsének a színházáról és az unokaöccsének a bemutatójáról volt szó. Ez nem egy állami propaganda volt. Tehát nem arról szólt a történet, hogy ül valaki valamelyik közös minisztériumban, és mondjuk megrendeli ezeket a darabokat, nem. Ez arról szólt, hogy azok a színi igazgatók, akiknek némelyike itt már szóba került, üzleti lehetőséget láttak a háborús lelkesedésben. Tehát azt látták, hogy az emberek akarják ezt a háborút, nagyon örülnek, hogy háború van, nem álltak egyedül Európában a magyarok ezzel, ez egész Európában egy általános jelenség volt. Még a szociáldemokraták is beálltak a háború lelkes helyeslői közé, akik pedig előzőleg azt mondták, hogy ők soha. És azt gondolták, hogy ha lesznek ilyen darabok, amire bejönnek az emberek és fizetnek érte, az nekik bevételt fog jelenteni. A világháborúban a központi hatalmak villámháború stratégiája csődöt mondott. Állóháború alakult ki, és a hadat viselő országok társadalma hátországiakra és fronton harcolókra szakadt. Az elhúzódó háborúban szükségessé vált a lövészárkok otthonossá tétele, a katonák mentális állapotának karbantartása, az otthonhagyott értékrend illúziójának felkeltése. Ennek érdekében a hadvezetés frontszínházakat szervezett. Az első magyar tábori színház 10 napig Budapesten próbált, majd 1917. április 3-án a keleti fronton Lembergben mutatkozott be, ahol az osztrák fronttársulattal is találkozott. A hadvezetés külön vonatot bocsátott a társaság rendelkezésére, mely egyben lakhelyül is szolgált az egyes állomásokon. Az lett volna az operett eredeti címe, hogy Es lebe di liebe, éljen a szerelem, de a bécsi színház igazgatója, Erich Müller azt mondta, hogy ez nem jó, mert éppen most volt egy hasonló című művünk, tehát egy egészen más legyen ennek a színjátéknak a védjegye, és ezért lett aztán Csárdás Fürstin. Egyszerre lehet-e osztrák, vagy lehet-e magyar? Magyar-e, amit a bécsi közönség magyarnak gondol, magyar-e pusztán azért, mert Kálmán-ére magyar? Hát ugye mindenki mond valamit erre a kérdésre, és a legérdekesebb, hogy Rákosi Jenő, budapesti hírlapja, azt írja, hogy ízig-vérig magyar ez az operett. Amit ugye nem nehéz belátni, hogyha a Rákosi Jenőnek a gondolatvilágát ismerjük, hogy ez inkább egy marketing fogás volt, hiszen az unokaöccsének a színházáról és az unokaöccsének a bemutatójáról volt szó. Ez nem egy állami propaganda volt. Tehát nem arról szólt a történet, hogy ül valaki valamelyik közös minisztériumban, és mondjuk megrendeli ezeket a darabokat, nem. Ez arról szólt, hogy azok a színi igazgatók, akiknek némelyike itt már szóba került, üzleti lehetőséget láttak a háborús lelkesedésben.
Tehát azt látták, hogy az emberek akarják ezt a háborút, nagyon örülnek, hogy háború van, nem álltak egyedül Európában a magyarok ezzel, ez egész Európában egy általános jelenség volt. Még a szociáldemokraták is beálltak a háború lelkes helyeslői közé, akik pedig előzőleg azt mondták, hogy ők soha. És azt gondolták, hogy ha lesznek ilyen darabok, amire bejönnek az emberek és fizetnek érte, az nekik bevételt fog jelenteni. Thank you.